be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Nem tűntünk ám el. Csak itt nem vagyunk. Mertünk belépni. Itt voltunk. Itt vagyunk. Csak történik itt a dolgok. Csak utána volt egy kis hatásszünet még. Gábor! Hello! Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hogy vagy, Gábor, van reggel? Köszönöm szépen, jól. Minden oké? Alagulnak itt a programok. Nem tudom, beszéltél le már róla, hogy itt mi lesz ma este? Nem, még egy szót sem szóltam erről. Félelmetes dolog. Itt mi lesz? Fergeteges. Fergeteges. Szani Roland. Fergeteges House Bully Gáborral. Közös programotok lesz? A Cosmix és Tóth Gábor. Gábor is kifekszik melléd, vagy? Együtt fekszepek. Ma lesz a Debrecen? Ma lesz Debrecen. Igen, egy életmód és táplálkozás tudományi program lesz Balázzsal együtt. Aha. Úgyhogy ő is... Én csak elmegyek, felhájpolom. Nem, azért... Felhájpolom. És most, és színpadon a kapcsolják a füstgépet. Üssék össze a tenyerüket. Ez ami nem lesz. A színpadon az az ember. Aki vele annyira szeresik, mint engem, akkor már elégedett lesz. Ez egy nyugodt, csendes, békés szakmai program lesz. Tábort mondtál? Ez egy előadás. Csak egy előadás, azt hittem, hogy megint kis tábor. Ha nyugodt, csendes, szakmai, akkor ugye jön a kérdés, mi a fenét csinálok én ott. Ugye? Tehát egyik jelzőse igazán, nyugodt, csendes, szakmai. Ugye? Hát ennek pont az ellenkezője vagyok. Hánykor kezdődik, és melyik város? A készülés, ez beszélhetem. Este 7-kor, Debrecen. Tudod, Gábor így lesépett, mert akartam csinálni, hogy fiatkor fő, mondjuk. Ma van, Gábor, elébredtem, hogy mikor kell menni, hova, holnap, tudod? Jó, itt vagyok. Balázs, csak egyet kérek, hogy a Lovardában lesz, ez egy konferencia központ, tehát nehogy a lóversenypályára menjél, vagy valami lóvére, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy konferencia központ. Megjátszhatok ott valamit étrehelyre, befutóra, valamit, azért meg lehet ott kis. Nem, ez csak a kaszinó, semmi? Ott leszek. Ez nem az egyetem területén van ez a lovar? De úgy tudom. Abszolút, ott vagyok. 3-4-8 Miskolc. Ott vagyok. Gyerekek, lehet rám számítani, tudjátok. Vagy, ja, hogy 7 óra Debrecen. 7 óra Debrecen. És készültem egyébként két témából most. Na de várja. Na de. Fia, ha most erre az előadásra elmegy a Balázs, akkor később, ugye egy életmódtáborotokba is el fog menni. Mert el hát kell menni, szerintem ez egy hosszú, közös út kezdete. Én már nagyon várom, hogy menjetek ott az erdőbe, mint a vókus. Az van, ott az lesz az én szerepem, hogy minden hajnalban 6 órakor ébresztem az ott lakókat sekfugolával. Szerintem mindig szint Gábor élet volt táborába. Fugolán, Sebestyén Balázs. Mutatod? Igen. És most már Radenszky Marsol. Egyébként ilyen kocsitöltök délelőttönként reggelenként, mint látjátok, Balázsral szoktunk együtt lenni egy 5-10 percet kint a postumban. Nem. Ura is egyébként, tényleg fel rátok. Azért ne áruljál. Majdnem ilyen töpörfis fogását mondtam. Valami kis finom pékárút láttam, annak a társaságában voltunk most itt kint. És szoktunk beszélgetni az egészségről Balázzsal, szinte minden csütörtökön. Olyan rossz színed van. Szakmai... Nem aludtad ki magad? szakmai munkát szoktunk végezni, és sokat beszélgetünk, de hát Balázs, ez így van. Ez ugye? Így van. Tehát ezzel most nem voltam el nagy titkot. Úgyhogy Balázs nagyon elhivatott az egészségről. Kemény belózza ez a csütörtökön 10 perc azért. Rohadjál meg! Milyen lesz az este? De akkor minden szó fontos. Csoda, hogy nincs elég ideje? Na, és tőlem kugyerá? Gábor, mielőtt belemennénk abba, amivel te készültél, ha már itt vagy, megragadnám az alkalmat, hogy kérdezzek tőled valamit, amit én szedek, és amiben én hiszek, de kíváncsi vagyok a te véleményedre, még nem kérdeztem meg, és tengernyi az irodalma, hogy ilyen szépen fogalmazzak, ez pedig ezüst kolloid. És ugye ez nem egy konkrét termék, egy konkrét gyártója, tehát azért lehet róla beszélni, hogy 600 féleképpen csinálják, 600 helyen, 600 gyártó, tehát nem csinálunk egy gyártónak reklámot. De nagyon jókat olvas róla az ember, miközben azt hallott, hogy nem nagyon lehet reklámozni, el van nyomva, a gyógyszerlobbi megint ugye feljön, hogy azért hát nem annyira jó az ezüst kolloid, meg csak külsőleg, hogy én ezt szedem. Tehát nagyon ártok ezzel magamnak, mert hogy állítólag brutálisan jó nagyon-nagyon sok mindenre. Igen, az ezüst kolloid régtől fogva ismert anyag, a háborúkban használták és sebek fertőtlenítésére, bőrfelületekre. Aztán elterjedt a szakmában is, bár a szakma megosztott e tekintetben, ugye amióta az antibiotikumok, gyógyszerek elterjedtek,
azóta az ezüst kollóit háttérbe szorul. Hogy nem hirtelen. Igen. Ugye azért ez egy érdekes dolog, hogy megint felületi problémák kezelésére, főleg gombákra és baktériumokra hatásos, vírusokra nem. Tehát influenza szezonban például vírus ellen annyira nem, viszont a felülfertőződés ellen használható kúraszerűen. Nyálkahártyák, orrüreg, arcüreg fertőtlenítésére, bőrfelületekre alkalmazható, de ne várjuk tőle azt, hogy szisztémásan az egész testre kiterjedően minden szempontból, mint mondjuk egy fokhagyma, vagy egy pórhagyma zöldje, vagy egy gyömbér hatni fog. Egyébként intenzív hatású, bizonyos enzimeket blokkol. Tehát én azt mondom, hogy néhány hétig, 2-3-4 hétig alkalmazva, megadott mennyiségben ez hasznos lehet, abszolút. Azt mondod, hogy orrüreg, meg ilyenek? Orrüreg, arcüreg, homloküreg, nyálkahártyák, száj, toroköblítés. De lát, hogy nem találtak semmit. Most éppen egy kicsit köhögök, de nem vészes. Ja. Hát átvészeltem az influenzát is, igen. De azt mondják, hogy antibakteriális szer, hogy több mint nem tudom 600 dolgot írt ki az ember szervezetéből, hogy az antibiotikum jóval kevesebbet, hogy, tehát, hogy hihetetlen széles a hatásmechanizmusa, és hogy mit tudom, a 40-es évek előtt az egyetlen antibiotikum volt, ugye idős öregapáink sem véletlenül szopogatták az ezüst kanalat. Aztán megjött az antibiotikum, ami ugye brutálisan nagy profit a gyógyszergyáraknak, és hogy nem, hát a szintetikusan előállított ezüst kolloid az úgy kicsit háttérbe vonult, vagy vonyultatták, illetve hogy pontosabban kiszorították, ugye? Így van. Egyrészt attól is tartanak, hogy halmozódik a testben, és akkor bekékülünk, meg a szemfehérjénk is ilyen kék lesz. Voltak ilyen riogató internetes oldalak, ahol ezt mutogatták, hogy bizonyos emberek bekékültek. Ugye itt a kolloidális ezüstről beszélünk, nem az ezüst kanalakról, vagy villákról, vagy egyebekről. A lényeg az, hogy a kolloidális ezüst speciális technológiával elektroforézissel készül, és így olyan szemcseméretű anyagot, folyadékot hoznak létre, ami a testben kifejti a hatását. De még egyszer mondom, nem annyira a keringésben, hanem inkább a nyálkahártyákon és a test üregekben, női szervek, férfi szervek, stb. Húgyhólyag, stb. Itt fejti ki a hatását, és erre alkalmazható. Egyébként sokan alkalmazzák, és én megkockáztatnám, hogy hasznos, és használ a termék, abszolút. Na, kapható, akkor engedélyezett. Ez jó. Abszolút, igen, de hogy baktériumölő, és hogy rengeteg lime-kor, itt olvas az ember a kandida, gombásodás, herpes, tehát egy hihetetlen gyöngyszem van az ember kezében, és hogy ugye keveset olvas róla, nem nagyon hallod, nem tudod, hogy egyébként a szervezet is előállít ezüstöt, tartalmaz ezüstöt, és hogy ez mennyire segít, bejut a vérkeringésbe, jobban szívódnak föl tápanyagok, de én nagyon jókat olvasok róla. Szerintem egy kicsit ez is túl van dimenzionálva, mint ahogy minden. Tehát azt kell hazavinni ebből, hogy a gomba és a baktérium telepeket csökkenti, enzimét blokkolja. Folynak a kutatások azzal kapcsolatban, hogy az emberi sejtekre, hogy hat jelenleg úgy tudjuk, hogy igazán nincs hatása az emberi sejtekre, ugye mert ami a bacikra hatással van, az emberi sejtekre, szomatikus sejtekre is hatással lehet. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem jellemző. Abban a mennyiségben, ahogy ezt használjuk, kifejti a hatását, de minket nem bánt, az rákbetegséget, vagy én szoktam ilyen orrcseppeskriszimbe is be az orrba, a torokba, tehát hogy tényleg. A bemeneti nyírásod az átöblítő. Ja, hát mindenhol kicsit gargalizálgatunk, igen, aztán fején állok és úgy gargalizálok. Igen. És Gábor, én most hozzájutottam, őszintén mondom neked, hogy hozzájutottam most Best Price áron egy nagyobb mennyiségű aranykolloidhoz. Olvastam, hogy ez a szépségiparon ez egy nagyon jó bevált anyag, és szeretném Otto napra ezzel meglepni majd Balást, hogy szerinted örülni fog neki? De tényleg van aranykolloid, és egyébként tényleg a szépségiparban használja. Igen. Az is jó. Az ezüsttel végeztek igazán kísérleteket, az aranykolloidot is lehet kapni, és lehet használni, igen. Igen, itt a halmozódás veszélye merül fel, illetve, hogy melyik termék az, ami igazán tartalmazza ezt a szemcseméretet, amire szükségünk van. Sőt, van a házi készítésű ezüstkolloid berendezés. Hát ezekkel azért óvatosan válni. Azt miből csinálod az ezüstkolloidot? Ha megvetted a cuccot magát, akkor a nagymama ezüstkanalát beleteszem, és abból lesz. Nem, klasszik, 99,9%-os tisztaságú ezüstből benne konkrétan. Hát, hogy az tényleg bele kell tenned. Ezt a galvanizációs elektroforézises módszert is legyártja neked, csak ugye itt a dozírozás, a mennyiség, hát kérdés, hogy hogyan készül ez. Én azt mondom, hogy inkább a szabályozott körülményekben bízzunk, amit gyártanak, és van engedélye.
És van még egy csomó olyan olaj, meg rengeteg mindent tudom, hogy ezzel már egyébként készült, és csak ezért akartam az ezüst kolloidot megkérdezni, amit szinte nem nagyon ismerünk, és közben brutális, antibakteriális hatású gombaülő. Tehát én például most az oregano olajról olvasok ilyen ódákat, hogyha a gyereknek stafilokókusza van, meg nem tudom milyen napi húscsepp, és hogy az is valami hihetetlen széles spektrumú, és nem is biztos, hogy minden esetben kellene sokszor mondjuk antibiotikum, ha ezeket szedett ki, sem alakulhatnak olyan bakteriális fertőzések, amire később antibiotikumot kapsz, kiskanálba be gyereknek, brutális az íze, kipróbáltam, 4 napig megvakultam tőle, olyan húscsepp oregano olaj, és konkrétan nem látsz. Tehát én olyan, mint egy vegyüzem, mindent kipróbálok a saját magamon. De hogy vannak a természetben fellelhető tényleg olyan erős olajok, illóolajok, amiket nem nagyon ismerünk, nem nagyon szedünk, nem? Így van. Ezek a fűszerolajok, illetve a gyümölcsmag olajok. Én szerintem ez a jövő. Hát ahogy tudjuk, hogy fogfájás, rés, a szegfűszeg olaj milyen hatékony, a kapormagolaj, a szőlőmag. Feri ajánlott egyébként ott nekem valamelyik nap. Szegfűszegre harapást. Igen, mert annyira fáj, hogy értem, minden mást elfelejtett. Ja. De tényleg, ez a régi módszer, azért járjunk fogorvoshoz, de valóban akkor működik. Fogmosás se rossz, ahogy mondani szépen. A szőlőmag olaj, vagy a piros szőlő, kék szőlőmag örleménye, homoktövismag olaj, homoktövismag örlemény. Ezekben a gyümölcs magvakban, a bogyósok magjában, ilyen a málna, ilyen a ribiszke, a szedermag, ezekben olyan értékes komponensek vannak, amelyek bélfertőtlenítők, esetleg koleszterin szintet csökkenthetik, tágítják az ereket, az agyereket, stroke ellenes hatásuk van. Nyilván ugye, ahogy mondtam, az élelmiszereknél korábban beszéltük, hogy nagyon nem szabad ilyeneket állítani, de mint szakmai anyag jó róla beszélni, hogy ezekben olyan flavonoidok, olyan értékes rákellenes komponensek vannak, amelyek védenek bennünket. Tehát nem biztos, hogy rögtön úgymond gyógyszerhez kell nyúlni, hanem lehet, hogy az első fázisban természetes anyagokkal lehet ezt kezelni, és ma már hozzá lehet jutni azért a reformboltokban ezekhez az olajokhoz, illóolajokhoz. Az nem lehet, hogy ezt így hozzáteszünk egy kicsit, hogy ez inkább a megelőzésben, a védekezésben jó? Tehát ha már de baj nyilván, van... Van egy középfúgyulladás, oda bakteriális, és az oregano olajat adsz a gyerekeket, erről senki nem beszél, főleg fülbe. Jó, azért. Dehogy is, jó, ne, jó, nyilván, jó, csak most ugye azt mondtad el, hogy először nyúljunk ehhez, tehát először valóban nyúljunk ehhez, amíg nincs baj, persze. De azért... Üvölt a gyerek, hogy fáj a füle, és van egy gennyes középfülüladás, és akkor ez is kolloidot hoz a nagy mamát. Nem lesz semmi baj, hát nyilván nem, persze. Most, igen, most a milánóiban a kiabaszta az oregánot, vagy a gyerek fülére. Hát inkább a gyerek fülére. nagyon kiabál, hát azért antibiotikumot mégsem. Hát a fülbe a kövirózsa csepp, mint tudjátok, az kiváló anyag. Egyébként én azt gondolom, hogy minden betegség valamikor elkezdődik, és az első fázisában adjuk ezeket. Tehát én nem hiszek abban, hogy egy középfülgyulladás máról holnapra kialakul. Én abban hiszek, hogy mindennek van egy első fázisa, amit a szülőnek érzékelnie kell. Vagy ez a felnőtt emberek önmagán. Én magamon egyébként majdnem 1-2 nappal korábban már érzem, hogy valami nem stimmel. Azonnal el kell kezdeni ezeknek az alkalmazását, és majdnem merem mondani, hogy ki sem alakul a probléma, vagy szinte 1-2 nap alatt átfut az emberen. Hogyha megvárom, míg kialakul a fájdalom, stb. Ettán elindul egy gyógyszeres kezelés, utána már hetekig vergődünk benne, és jönnek a szövődmények. Na, fül probléma, arra csak egy kérdést még, az nagyon sok gyerekes szülőnek gond, mert az olyan fájdalom, hogy kezelhetetlen. Amikor már érzed, hogy baj lesz a gyerekem, mit kezdesz el adni? Fül, középfül. Hát mi tartjuk otthon ezt a kövirózsacsepp. A kövirózsacsepp, aha, igen, ennyi? Igen, abszolút a fülbe, és egy kis vattával be lehet dugni, ha a saját füledet, hogy nem hall, ha üvöl. Akkor nem maradjon benne a vatt, vagy sem bele. A lényeg az, hogy a kövirózsacsepp létrehoz egy olyan párát, ami segít. Igen. Köszönjük szépen. Hát az a fontos. Igen, aztán van még egy csepp, amiről ódákat hall az ember, kíváncsiak mi a vélemény, ez a grapefruit magolaj. Hát ezt is hallott, hogy brutális, nem tudom, antioxidáns, hihetetlen C-vitamin, nem tudom, 10 csepp, 15 csepp, és tényleg mindent kiírt, ami nem odavaló az ember belében. Így van ez, vagy ez is egy túl hype-olt dolog? A citrusfélék magjai, a grapefruit mag kifejezetten antiszeptikus, széles spektrumú. Tehát főleg, hát itt a vírusok is szóba kerülnek már, de inkább baktériumok és gombák ölésére, megelőzésére használható. Egy picit lightosabb anyag, mint az ezüst kolloid, a grapefruit mag csepp, természetes alapú. Én azt mondom, hogy ezt is használhatjuk, illetve ha éppen nem az ezüst kolloidot, akkor a grapefruit mag cseppet használjuk, ez is kapható a forgalomban, és 4-5-8-10 cseppet adva naponta reggel este,
hogyha betegség van, akkor akár háromszor is, ezek a flavonok kifejtik a hatásukat, és szintén feltöltenítő hatású komponensek vannak benne, használjuk. Gyereknek ugyanúgy nyugodtan? Igen, ott a mennyiségben van kérdés, hogy kevesebbet adunk, de nincs benne olyan anyag, ami veszélyes volna a gyerekre. Az ezüst kolloidnál ott számomra egy pici kérdőjel van azért a gyermeknél, grapefruit magcseppnél nincs. Tehát ott is lehet bármit. És mondjuk influenzás időszakban a gyereknek is jó? Amikor a folyamat elindult, tehát torokfájással ébredünk, vagy a gyerek, azonnal. De mit csinál? Tehát antioxidáns van magas? Vagy, Igen. Egyrészt gargalizálunk vele, tehát beleteszünk mondjuk 20 egy intenzív oldatot készítünk, de azt nem nyeljük le, hanem azt ugye a torokra leengedjük. Hát hogyha a gyereket meg tudjuk tanítani mindenre, neked például a Balázs abszolút már is használható, akár a mai nap is, grapefruit magcseppel való gargalizálás, öplögetés. A lényeg az, hogy ezüstcsepp és grapefruit mag is használható erre toroköblítésre. Lenyelni kisebb mennyiségeket szoktunk, az pedig a nyelőcső gyomor bélfeltöltenítésre alkalmas, tehát így használjuk ezeket. A betegség első fázisában, amikor észleljük a problémát, már is adjuk, és van esély rá, hogy a multiplikációt, ugye amikor a vírusok sokszorozódnak, azt az immunrendszer igyekszik ugye elkerülni. De ugye, hogyha a nagy számok törvény alapján gondolkodunk, hogyha megnézitek, hogy egy vírus hogy sokszorozódik, egy napon belül elárasztja a testet. Tehát lényegében már, ha másnap kezdjük el a kúrát, már szinte alig van értelme. Tehát itt néhány órán múlik szinte minden a betegségnél. Tehát akkor kell, amikor látjuk, elkezdeni szedni ezeket, vagy megelőzés jelleggel, preventív jelleggel, így nem? Így van, így van. Este használjuk, és akkor reggelre talán nem is. Ugye éjszaka a szervezet észleli, elpusztítja a mikrobákat, és reggelre mondjuk nem engedi meg, hogy egy torokfájás kialakuljon, tehát akár este is adjuk. És a különböző virágokból nyert cseppekről, olajokról mi a vélemény például az echinácea-ról például? Kasvirág, abszolút, ez egy gyógynövény mindenképpen. Ennek más hatása van, ugye ez a falósejtek intenzitását és számát növelhet meg egy kasvirág tinktúra, fantasztikus. A propoliszról is jókat tudok mondani, a méhpempőről is fantasztikusak. Ezeket a korábban említett gyömbéres, tormás, csilipaprikás oldat vagy anyag mellett használhatjuk, tehát éljünk ezeknek az előnyeivel. Borzakökény, ilyenek? Hát ezeknek a bogyós terméséből készült színes termékeket használjuk. Ezeknek a magját ritkán dolgozzák föl, vagy ha igen, akkor gyakran külföldre megy, és drága étrendi kiegészítők készülnek belőle, de jó volna ezeket használni. Nem erre gondoltam, a pálinka forma. Jaj, ne. Jó, na, de egyébként... Az is sterilizál, csak nem kell sokat, nem? Éreztem, hogy erre a témára ki fog térni a Feri, a jó pálinka. Igen. Ez is torok fertőtlenítő, az tény. Mondjuk csak nem szabad lenyelni, ugye? Én azt mondom, hogy inkább a torokig engedni, és ott hasznosítani. Micsoda pazarlás, hogy megvernének vidéken ezért. Nem értenék, hogy mit csinálsz. Rosszul vagy, Feri, megfulladok. Hátba vágnának azonnal. Hát nem értenék, hogy mit gargalizálsz vele. Mit normális vagy. Jó, van még valamilyen olaj, amit fölírtál magadnak? Vagy amiről szeretném beszélni? Mert akkor a másik téma, amit hoztál, akkor azt áttesszük jövő hétre. Tudom, hogy kettő dologgal készültél, de megvagyunk. Szőlőmag, kapormag, ugye mustármag kérdés is előkerül, hogy a mustármaggal mit csináljunk, ez is jó a bélrendszerre, béltisztításra szokták használni, nem inkább az olaját, inkább a magot őrülve, vagy egészben szokták fogyasztani, ez alapvetően, mert beszorulhat a bélbe. Aztán hát beszéltünk ugye málnamagról, homoktövis magolajról, azt hiszem mindent megemlítettünk, grapefruit, citrusfélék magja, ezeket tehát hasznosítjuk fertőtlenítés, immunerősítésre. Jó, oké, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mit reggeliztél ma? Köszönöm. Teljes sörlés ütönkölyv darából készítettem egy kókusz teljes élelmiszert, reggelit. Ez, amiről sokat beszéltünk, hogy a sima búzadarából csinálod a gyereknek. Semmi tápértéke nincs, ha tönkölyv. Újra elővettük, rég fogyasztottunk már ilyet. Egy klassz tejbegrész, csak teljes tönkölyv. Egy picit szürkésebb, barnasabb színe van, teljesen. Tehát fantasztikus rostartalma, vastartalma, kálciumtartalma van, és ehhez áfonyalekvált, szilvalekvált fogyasztottam. Egy kis diót tettem hozzá. Nehezedre esne, hogyha csak egy lekvárt raknál bele, nem? Két, nem. Három vagy öt félig? A kérdés az, hogy nehezedre egyszer reggel megint egy bundás kenyeret. Egy szelet lekváros. Egy szelet szalámis kenyeret. Hallod, de most komoly. Hú, azt nem ennék semmi pénzért. Viszont készítettünk házi alma chipset, héjas alma chipset, ez reform alma chips, és kérlek szépen ezt
fogyasztottam hozzá cink és részforrásként. Picit körbe is néztem, de egyelőre nem láttam, hogy rávonultál volna az acskókkal. Ez azért a te esetedben erős hibaforrás. Korlátlan mennyiséget. Akartam, csak ez a debreceni program elvette az időmet. És aztán leültetek a tévé el, és a feleségeddel elropogtattatok a chipset, és közben megnéztétek végigállásan a napfivér holnővér című film. A Conan a barbár. Igen, ez lett volna meg, nem a vörös szonya. Igen. Jól van, Gábor, na köszönöm. Akkor ma találkozunk ugye 8:30-kor Tatán, úgyhogy... Nem, 7 óra Debrecen létszi. 7 óra, hogy is tudod, hogy fogod érni. Ott leszek, természetesen. Ott legyél. Ott leszek. Várnak. Miért nem mentek együtt? Tessék? Miért nem mentek együtt? Azt nagyon... Ahhoz túl hosszú. Ne felejtsd el, Balázs, megölnénk egymást. Holnap adás. Nem bulizni késő estig, hajnalig, ahogy szoktatok. Hát meg én Egerben, a Neumann gimnáziumban tartok délben egy előadást, Balázs oda is eljöhetne, biztos szívesen venni. Az biztos, na jó, hát azért ennyi időm nincs, igen. De Gábor arcát megnézném. Gabikám, le kell húzod, amit be egy dupla sajt burik, be kell nyomni. Kérsz valamit, Gabikám, egy dupla sajt burik, be kell tolom itt a benzinben. Nem utazom veletek. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.